A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezésre került július első hétvégéjén Mezőzomboron a Csülök Fesztivál. A kétnapos rendezvénysorozat középpontjában gasztronómiai, valamint kulturális programok álltak. Idén 5. alkalommal rendezték meg július 6. és 7. között a Mezőzombori Csülök Fesztivált a község békekertjében. Az eseményen vásári forgataggal, főzőversennyel, koncertekkel, valamint kulturális programokkal várták az érdeklődőket. Az eseményen a hagyományokhoz híven főzőversenyt is rendeztek, ahová a környező településekről, illetve az ország távolabbi pontjairól is érkeztek csapatok. A mezőzombori csapat szakácsa Halász László elmondta, hogy mik azok az extra hozzávalók, amelyek a tradicionális mezőzombori csülökben megtalálhatóak. Annyiban különbözik a hagyományos csülöktől, hogy akkoriban még olyan fűszereket régebben, mint a gyömbér vagy ilyesmi nem használtak, azt mi most már alkalmazzuk, hogy még kellemesebb legyen az ízvilága, és tulajdonképpen a gyorsaság, de a társaság olyan jó, hogy most nem adunk a gyorsaságra, szórakozunk, és akkor így hozzuk össze ezt a jellegű csülökönkötet. A szerencsi színekben induló csülök csodát csináló boldog biciklis csapat tagjai kétféle itellel készültek a versenyre. Az egyik az egy füstölt csülök, ez kevésbé van fűszerezve, a második az pedig a sima csülök készül, ez erősebben lesz fűszerezve, ne csepegtessek látok, ez valami boros mátással fog elkészülni. Ezen kívül még lecsós csülköt készítünk, és különböző ilyen kisebb finomságokat. Az elkészült gasztronómiai alkotásokat 5 főből álló szakmai zsűri értékelte Bernáth József séf vezetésével, aki megosztotta, hogy milyen szempontok alapján pontozza majd az ételeket. Amit én komolyan veszek, azok az ízek. Ami legfontosabb szerintem, hogy mindenkinek egy kellő mennyiségű sót azért bele kell tenni ebbe az ételbe, úgyis azt fogja kihozni az ízét az ételnek. Tehát nekem általában azt szokott lenni a gondom egy étel, hogyha nem elég sós. Hát, hogyha kellően megsózzák az ételt, és gondosan, odafigyeléssel fogják elkészíteni, akkor nem lehet félni valójuk. A versenyen 15 csapat vett részt, melyek közül az első helyezést a Prügyi Polgárőrök étele érdemelte ki, valamint a Zombori Pipás Tündérek és Vostyár Gábor csapata is a dobogóra állhatott. A rendezvény főszervezője Radó Béla egy meglepetéssel is készült, melyet egy állófogadás keretében mutatott be az érdeklődőknek. 1958-ban három helyi bácsi talált a mezőzombori bálványdombon régi sírokat. Ezeket feltárták időközben, és honfoglaláskori maradványok kerültek elő a sírokból, ékszerek, ruhadarabok, és ez bizonyítja azt, ugyan a krónikák mezőzombor nevét csak az 1280-as évektől említik, de ezek a sírok bizonyítják, hogy ezek honfoglaláskoriak, és hogy említettem is, az ott talált ékszer maradványokból és ruhafoszlányokból rekonstruálták az ott eltemetett női holtestnek a ruházatát és az ékszereit, és ezeket mi elkészítettük. A találkozón jelen volt Szerencs testvérvárosának, a luxemburgi Hesperange-nak a delegációja is, akiket Nyíri Tibor, a polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester, valamint Csider Andor köszöntött. A nap további részében zenei programokkal várták az érdeklődőket.